Június 19-én Fábri István, csömöri polgármester felvezetésével gurultak be azok a kerékpárosok a Rákoscsabai Közösségi Ház udvarára, akik csatlakoztak a 10. Csömöri Bringa Fesztivál keretében megvalósuló körtúrához. A hagyományokhoz híven ezúttal is a 17. kerületi helyszín volt a tervezett útvonal második pihenőpontja, ahol az önkormányzat dolgozói frissítő innivalókkal és szendvicsekkel, valamint rákosmente logójával ellátott biciklis ajándéktárgyakkal fogadták az érkezőket. Az eseményen Horváth Tamás polgármester is részt vett, aki elmondta, ez egy nagyszerű kezdeményezés, melyhez többszörös kerékpáros barát településként a 17. kerület minden alkalommal szívesen csatlakozik. Természetesen mindig örömmel fogadjuk itt a kerékpárosokat egy kis pihenőre, kis hűsítővel, egy kis étellel. Ez most már hagyománnyá vált, mondhatjuk így. Korábban a Virág Mihály képviselő úrról keresztül talált meg bennünket Csömör, és képviselő is nagyon sokat dolgozik ebbe, hogy megszervezzük ezt az itteni találkozót, és én meg örömmel jöttem el most itt polgármesterrel találkozni, hiszen mindkettőnk számára fontos az, hogy a kerékpáros infrastruktúra az tovább tudjon fejlődni, és minél több embert próbáljunk arra ösztönözni, hogy üljenek drótszamára, hogy a régiek mondták, hiszen fontos egészségi szempontból, más és közlekedési infrastruktúra szempontjából. Hát látjuk, hogy mennyi autó van az utakon, ezt kellene próbálni kicsit visszaszorítani. A városvezető hozzátette, a helyhatóság jelenleg is munkálkodik a kerékpáros úthálózat további kiterjesztésén. Ennek okán pedig előkészítés alatt áll a fővárosi önkormányzat pályázatának révén egy beruházás, amely a Rákospatak menti kerékpárút egy újabb szakaszának megépítésére irányul. Fábri István Csömör polgármester az eseménnyel kapcsolatban kitért rá, a túra egyik fontos célja a környező települések kulturális és természeti értékeinek felfedezése, melyen közben rendszerint érintik a 17. kerület már elkészült bicikli útjait is a résztvevők. Ennek az egész kistérség körtúrának az a célja, egy alcíme 10 éve, hogy a települések közötti, kerületek közötti kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételére hívjuk fel a figyelmet, mert mindig csak a médiában a kerékpáros szervezetek a szűk, sokszor belvárosi kerékpározásról beszélnek, holott a hétköznapi kerékpározás, akár munkába járás, akár hétvégi rekreációs célú, szabadidős célú kerékpározás, az több kilométeres szomszéd településre, kerületbe át bringázással jár, és itt még nagyon komoly fejleszteni valók vannak. Kollár Tamás első alkalommal csatlakozott a rendezvényhez, de mint utalt rá, rendszeres kerekezőként már korábban is hallott a Bringa Fesztiválról, így hosszú évek óta tervezte, hogy végig tekeri a mintegy 80 kilométeres távot. Figyelemmel kísértem többször is magát a Bringa Fesztivált is, mert Csömörön mindig van egy ilyen versenyzés, XC-s is, meg tök jó ilyen friss fesztivál hangulatot teremtenek, és mindig úgy volt, hogy eddig ugye olyan munkakörben dolgoztam, nem tudtam eljönni, most végre a munkahelyváltás után normálisan igénybe tudjuk venni ezt a szolgáltatást, amit nyújtanak a Csömöri Bringa Fesztiválon, és akkor úgy gondoltam, hogy most végre kijövök, és megnézem, hogy miről is szól ez az egész. A rövid pihenőt követően ismét felsorakoztak a bringások, hogy folytassák a túrát, melynek következő állomása Pécel, Isaszeg, Gödöllő, Szada, Mogyoród, Kerepes Kistarcsa, majd a kiindulási helyszíne visszatérve Csömör volt.